Az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátaljára is kiterjesztette iskolakezdés együtt elnevezésű akcióját. Ennek keretében 70 beregszászi rászoruló kisdiák kapott tanszercsomagot. El tudom használni az iskolába, kaptam naplót, füzetet, pápkát, tolltartót, vonalzókat, tollakat, ceruzát, ladírt. Az adományból nagycsaládosok, árva vagy félárva diákok, alacsony jövedelmű családok és veszélyeztetett gyermekek részesültek. A tanszercsomagokban minden megtalálható, ami az iskola kezdéshez szükséges. Nagyon szépen megköszönjünk ezt a támogatást, mert ez mindenki azt kapja a gyerekeknek, aki rá van szorulva, meg egy gyerek 2000 grinnyába belekerül. Ahol sok gyerek van, nekem 7 gyerek megy most iskolába. Csak kettőnek kevesebbet kell ezt költeni, de a többire még kell lesz, mert ketten járnak csak ide. A mintegy 1000 grivnya értékű adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi központjában vették át a gyerekek. Többségében olyanok, akik a központ fejlesztő foglalkozásain is részt vesznek. 70 csomagot osztottunk ma szét szociálisan rászoruló gyerekek számára. A három iskolába dolgozunk együtt, partnereink, tehát ők határozzák meg azokat a családokat, azokat a gyerekeket, akiknek hát ajánlják azt, hogy a segélyszervezet és az Advance fejlesztő foglalkozásait látogassák. Lenne szükség többre, lehetne több iskola is partner, de jelenleg a kapacitásunk ennyire elég. Fohász a hazáért címmel nagyszabású gálakoncertet adott a hétvégén Beregszászon a kárpátaljai Krédó verséneklő együttes. A Krédó a rendszerváltozás után alakult első magyar verséneklő együttes, hazafias verseket zenésítenek meg, és egyházi énekeket adnak elő. Feladatuknak tekintik többek között a tehetséges fiatalok felkutatását és támogatását is. Épp ezért saját költségükön több zenei műhelyt is működtetnek Kárpátalján, többek között Kisgelyőcön, Ráton és Szalókán is. A Krédó verséneklő együttes megalakulása idején szigorú cenzúra volt Ukrajnában, sokszor csak dalban lehetett kimondani az igazságot. Ezért a Krédó minden dalát átszövi a hazaszeretet. Feladatuknak tekintik a magyar értékek és kultúra ápolását és megőrzését az elszakított területeken. A Krédó Kárpát-medence szerte szervez rendszeresen zenei táborokat. Mindenhol nagy szeretettel fogadják őket. A napokban Beregszászon szerveztek 3 napos nagy sikerű programsorozatot hangszeroktatással és koncertekkel. Ennek volt a záró akkordja a Fohász a hazáért című szimfonikus gálakoncert, amelyen az együttes bizonyságot tett Isten és a magyarság előtt. Talán a mi életünket, a mi sorsunkat, és amire támaszkodhatunk ezen belül, tehát a haza fogalmával küszködve, a haza szeretetéről beszélni, Istent félve, Isten kérni, hogy segítsen át minket ezen az időszakon, ami már jó ideje eltart itt Kárpátalján. Tulajdonképpen ez a két fogalom, hogy ennek ellenére talpon maradni. Az afrikai sertéspestist Kárpátalján kívül Rivne és Dnipropetrovszk megyéből is jelentették. Erről az Ukrán Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat közleményben számolt be. A fertőzés gócokban azonnali karantént rendeltek el a kór terjedésének megakadályozására. Emellett kiirtották az érintett települések teljes sertésállományát. Kárpátalján eddig 84 állatot semmisítettek meg a hatóságok. Ezek összértéke meghaladja a 280 ezer grivnyát, ami 3 millió forint körüli összegnek felel meg. A hatóságok ígérete szerint mindenkinek megtérítik a veszteséget, a kártalanítás pontos dátumát ugyanakkor nem nevezték meg, mivel a költségvetésekben nincs elegendő pénz erre a célra. A sertéspestis miatt Ungváron és Munkácson megtiltották a disznóhúsból házilag készített kolbász és egyéb hústermék árusítását. Munkácson az élő állat eladását is megtiltották. A hatóságok szúrópróbaszerűen ellenőrzik a piacokat. További megelőzési intézkedésként a vadászok számára elrendelték a 3500 fős kárpátaljai vaddisznóállomány kilövését. Ukrajnában az idén már több mint 90 helyről jelentették a sertések afrikai pestis okozta megbetegedését. Szakemberek szerint, ha a kór terjedése a jelenlegi mértékben folytatódik, Ukrajna sertésállománya 2020-ig közel 1,5 millió egyeddel csökkenhet, ami jelentős veszteség a mezőgazdaság számára.